végtelen jóságodért. Hálát adjon te néked a gyermeki hű szíveknek. Áldozatját nem veted meg, szálljon arra országodból isteni szentetszésed. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, kedves hívek és kedves vendégeink, úgy vélem, hogy nem kellene különösképpen bemutatnom Böjte Csaba atyát, de mégis megteszem, mert hogy mindjárt a Szentmise kezdete előtt szeretném őt köszönteni mindnyájunk nevében. A batonyai emberek, a batonyai egyházközség hívei az elmúlt években is, persze nem látványosan, de a maguk módján igyekeztek támogatni azt a, hogy is mondjam, gyermekmentő nagy munkát és feladatot, amelyet Böjte atya a maga területén végez évek óta, hosszú évek óta. És most jött el az az alkalom, hogy meghívjuk őt, hogy a személyes példájával, jelenlétével mutassa meg ezt a jótékonysági utat mindnyájunknak. Hogy továbbra is legyünk érzékenyek az emberek, legyünk érzékenyek a gyermekek iránt, és a magunk területén, a magunk kisebb-nagyobb közösségében próbáljuk meg, ha nem is utánozni, de valamilyen szinten őt követni ebben a tevékenységében. Kedves atya, nagy szeretettel köszöntelek. Nem csak az egyházközség, hanem a város nevében is, hiszen a meghívásunk az közös volt. Nagy egységben döntöttünk úgy a város vezetőivel, a művelődési ház vezetőivel, hogy meghívunk téged, és nagyon hálásan köszönöm az ő nevükben is, hogy elfáradtál, sok-sok munkád és szerteágazó tevékenységet közepette. Kívánunk neked sok-sok erőt a következő évekre, évtizedekre, Isten segítsen a munkádban. Ugyanakkor szeretném külön köszönteni, amellett, hogy természetesen mindnyájukat, én boldog vagyok, ritkán látom így zsúfolásig megtelve ezt a falusi katedrálist, ahogyan valamikor egy költő nagyon szép díszítő jelzővel illette ezt a templomot, mert hogy Batonya lakossága egyre fogy, és hát egyre kevesebbek a hívek is természetesen ennek arányában. Minden esetre mindnyájukat nagy szeretettel köszöntöm. Külön ezeket a fiatalokat, akik itt ülnek az első-második padsorban, az atya által létrehozott dévai kolostori kölyök színház, jól mondom, ugye? A tagjait, akik majd délután 3 órakor a művelődési házban egy kedves színdarabbal rukkolnak elő, a Magyar Kultúra Napja alkalmából egyébként. Rajtuk kívül nagy szeretettel köszöntöm a világi vezetőket is, elsősorban Simonka György országgyűlési képviselőt, aki a családját is, pici gyerekeit is elhozta nagy örömünkre. Azon kívül nagy szeretettel köszöntöm a megyei önkormányzat főjegyzőjét, dr. Moka Eszter asszonyt, a mezőkovácsházi járási hivatal vezetőjét, Béné Attillát. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy Batonyán előbb volt járási hivatal, illetve járási székhely, mint Mezőkovácsházán, úgyhogy majd hát a fejlődik Batonya, és odáig megyünk, hogy egyszer visszahozzuk Batonyára a járási székhelyet. De ez csak egy kis évődés volt természetesen. Ugyancsak nagy szeretettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat,
jegyzőurat, a pécskai testvérvárosunknak a polgármesterét, Antal Pétert, és hát mindenkit, aki itt van. Nem tudok mindenkit felsorolni, tudom, látom, akiket ismerek, hogy sok értékes ember a maguk területén, vezető ember van jelen, nagy öröm ez nekünk, minnyájunknak, érezzék jól magukat, töltekezzenek egy kicsit a spiritualitással, a kegyelemmel, amelyet ez a templom 200 éve nyújt a batonyaiaknak és a környezetének. A múlt vasárnap ünnepeltük egyébként a templom, már a öreg templom, az átépítés előtti templom felszentelésének a 200. évfordulóját. 200 év alatt rengeteg kegyelem áradt ebből a templomból. Reméljük, hogy a mostani alkalom, Böjte atya itt léte és példaadása még inkább ad inspirációt és ösztönzést minnyájunknak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek, a mai evangélium arról szól, hogy Jézus építi a közösséget. Megszólítsa Pétert, Andrást, a többieket. Nézzünk magunkba a szentmise elején, hogy mennyire vagyok én közösségépítő ember. Család éve van, közösség éve van. Vajon barátaimmal, családtagjaimmal milyen volt a viszonyom az elmúlt héten? Szentmise elején csendesedjünk el, és hát talán úgy éreznénk, hogy nem a közösséget építő Jézus útján járok, akkor bánjam meg bűneimet. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én védkem, én igen, már védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl.
Jól van. Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, nagy-nagy szeretettel köszöntöttünk téged. Most elcsendesedünk, és arra kérünk, hogy Szentírás szavaival szólj hozzánk. Vezess, hogy közösséget, családot építő emberek lehessünk. Vezess, te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Olvasmány Jónás proféta könyvéből. Ninive lakói megtérnek Jónás szavára. Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett 1 napi utat, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket. Ez az Isten igéje. Szentlecke Szent Pál apostolnak korintusiakhoz írt 1. leveléből. Elmúlik ez a világ. Azt mondom, testvérek, az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Aki vásárol, mintha meg sem tartaná. És aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő. Közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Amikor a Galilei tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, aki halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek velem, és emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és a nyomába szegődtek. Mikor kisé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiait, és testvérét Jánost, amint hálóikot javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangélium a közösséget építő Jézust állítja elénk példaképül. Olyan szép, ugye, hogy megszólítsa Pétert, Jakabot, Jánost, a többieket. De megnézzük az egész Jézusi eseményt, hogy mondjam, kezdetétől. Hát az angyal, mi meg se született Jézus, már az angyal jön és szól, hogy fiúk, ébresztő, gyertek be, jobb együtt, mint külön-külön. És a szakálos pásztorok mennek, jönnek a napkeleti bölcsek is. Jézus közösséget épít később is. Ugye milyen egy 12 éves gyerek, milyen szégyenlős minden, és mégis Jézus azt írja a Szentírás, hogy ott, mikor elveszett Jeruzsálembe, 3 napon keresztül a papbácsikkal beszél, kérdez, hogy mondjam, építi a maga közösségét. Nem tudtátok, hogy itt kell legyek nekem? És később is. Fel se jön a vízből, meg se keresztelte János, már hát megszólít 2 fiatal embert, gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Haza kíséri. Úgy szeretem magam elé képzelni, hogy ugye, mondják, hogy az keresztény elmékedés, az nem kell olyan valami nagy dologra gondolni, kicsit olyan, mint a gyerek, amikor kezdi színezni a kis kifestős füzetét. Képzeljük magunk elő, hogy Jézus megérkezik Andrással és Jánossal. Fiatal emberek, bemutatja az anyukájának, Mária, gyere, nézzek, ők lesznek a jövendőbeli apostolaim, együtt váltsuk meg a világot, nem? Hát gondolom, szegény fiúk köpni nyelni nem tudtak, na anyu, nem kis tojás rántottát, valamit nem hozol össze, vacsorát, hozok eddig egy kancsó bort, na, foglaljatok helyet. Olyan jó lenne odaülni, ugye az a pislákon, az a kis mécsbél, egyszerű lámpacska, és Jézus lőtt bort, beszélgetnek, elmondja, azért jöttem, hogy elmagyarázzam az embereknek, hogy sokkal jobb békébe szeretetbe élni, mint civakodni, veszekedni, háborúzni. Azért jöttem, hogy megtanítsam nektek a szeretet parancsát. Nem komplikált, sőt, nem is fáj. Jó dolog jónak lenni, jó dolog szeretetbe élni. Hát nem tudjuk, hogy mit beszéltek aznap este ott a názáreti kisházba, Mária finom vacsorája mellett, de azt tudjuk, hogy ez a 2 ember aznap ott is aludt, és kész, vége, ott maradtak örökre Jézus mellett. Közösség. És ugye a mai evangéliumban halljuk, hogy Andrást, Pétert, Jakabot, Jánost szólítja. Az elmúlt napokban olvastuk, Fülöp, gyere, kövess engem. Máté, a vámnál, elég pénzt számoltál, hadd a csodába azt a bankál életet, sokkal izgalmasabb, építsük együtt Isten országát. El se kezdte Jézus a nyilvános működését, már megvan a 12 apostola, már megvan a 72, és formája, és nem állít le Jézus állandóan, Zakeus, gyere le arról a fáról, gyere, ma nálad szeretnék megszállni. Jézusnak jó a garadai ördöngös, az öreg Nikodémus, mindenkit, gyertek hozzám minnyájan, mondja újból és újból. Közösségépítés. Hogy állok én ennél a fejezetnél? Olyan érdekes, Jézus ott a kereszten haldokolva, ott is barátkozik.
Jobblat úrnak azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, nem? És amikor húsvét hajnalán föltámad, mit mond Mária Magdolnának? Mi az első szóva? Mely szója többieknek? Találkozunk Galileai tengerpartján. Folytatjuk, ott a labba hagytuk. Igen, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy barátságos vagyok, hogy közösséget építek, hogy nem magányos farkasként, vagy mit tudom én, hogy mondjam, befalazva valahova élem a magam életét, hanem megszólítható vagyok, és én is megszólítok embereket. Ugye 20. század nagy filozófusa mondta, ugye Nietzsche, hogy az embertárs az ember farkasa. Döbbenetes, nem? Én nem mondom azt, hogy az embertárs az ember mennyországa, mert Isten a mi mennyországunk. De együtt, közösen minden sokkal könnyebb, sokkal szebb, sokkal jobb, mint külön-külön. A befogadás gazdagság. Hát én több mint 6000 gyereket fogadtam be az elmúlt 25 évben. Jelenleg is olyan 2130 valamennyi gyerekünk van. Most is egy olyan útról jöttem, hogy körbejártam a Székelyföld ide, fent a Gálospetrő Székelyhídi napköziket, ma éjjel kisiratosan aludtam, ott is van egy házunk, nem messze, és mindenütt gyerekek vannak. És ha hiszik, ha nem, de múltkor hosszan néztük, készültünk a 25 éves évfordulóra, hosszan néztük a névsorokat, a képeket, és egy olyan gyereket nem tudnék mutatni, de nem csak én, a kollégáim az irodában, akik azt mondanák, na milyen hülyék voltunk, hogy ezt befogadtuk. Hát hiányzott ez nekünk. Tehát gazdagabbak lettünk azzal, hogy az életre igen mondtunk, hogy befogadtuk. És arra szeretnélek én titeket is bíztatni, bátorítani, nyugodtan, hogy merjetek családot alapítani. Merjetek, hát ugye farsang, ilyenkor a leánykérések ideje, nem? Jó beruházás, egy aranygyűrű, kettő, még jobb. Egyiket odaadod, hogy el ne kallódjon a kedves mennyasszonyodnak, húzza az ujjára, le se húzza onnan, nem? Mondtam az atyának, ugye egy katolikus egyház a család évébe akciót hirdett, nem tudom mennyire tudják, esküvő, 5 keresztelő, ezüstlakodalom, egy csomagba ingyen lehet jelentkezni. Míg a készlet tart. Elég nagy készlet van, úgyhogy nyugodtak. De lehet kopogtatni az atyánál, biztos, szívesen esked. Olyan szívesen keresztelünk, hogy csoda. Befogadás. Ez a te gazdagságod. Mi az, ami megmarad? Biztos az atya igazolni tudja, amikor elmegyünk egy-egy beteghez felkészíteni az utolsó útra minden. Nem arról beszél, hogy sikerült építsek egy emeletes házat. Nem. Hanem arról beszél, hogy van 2 szép unokám, vagy 5. Arról tud beszélni. Arról szoktunk beszélni olyankor. Mert minden, ami körülöttünk van, a legszebb templom, a legszebb ház, minden, autó, minden, a rozsda megesz és a móly szétrágja. Egyedül a lélek, az ember lelke, a te gyermekednek, a te barátodnak a lelke örök, és veled szembe fog ő menni a mennyek országába. Befogadás. Úgy előttem van, hogy felhívtak, vagy 20 évvel ezelőtt, 23 évvel ezelőtt Székelyföldről, hogy van egy fiúcska, hitoktató hívott fel, hogy be van írva az iskolába 2 éve, de ő még nem látta. Nem keressük meg. Elmentünk, és tényleg ott a falu végén ott volt egy kicsi házikó, egy ilyen esztena, pásztorházikó, és ott volt jó pár gyerek, ott volt ez a fiúcska is, aki már kellett volna iskolába járjon. És elbeszélgettünk a szülőkkel, nagy bajba voltak, szegények voltak. Befogadtam a gyereket. Hát ez a gyerek nőtt, ügyesedett, kedvesedett. Aztán, hogy mondjam,
Mint minden gyerekben, benne is volt lópor elég. Emlékszem, hatodikos korában egyszer oda jön szembe, egy férfi a tömbházban ott lakott, volt egy szép sportautója, betörött az ablak. Állítólag a mi fiunk törte be, ez a Guszti nevű legény. Na hát, eléveszem Gusztit, de hogy tudott ez megtörténni? Az ő nem hibás, a lányok, a nők a hibások, mindené. Hát nem félreszökött az a mafla leánk, amikor ő meg akarta őt dobni egy kővel. Na, betörött az ablak. Tehát ilyen típusú gyerek volt, és mindig volt vele probléma. 12-ben már annyira megbogosodott a dolog, hogy jobbnak láttam, már megtöltötte a 18 évet, mondom, nagyfiú vagy, béreljünk valahol neked egy szobács, érettségizlej, ne mind a nevelőimnek az idegeit ott hangolgassad, nem tudom miféle, és tényleg a gyerek azt elment külföldre, dolgozott itt, ott, amott, az visszajött egy nagyon szép autóval, azt mondja, hogy Csaba testvér, nevelő akarok lenni nálad. Hát mondta, inkább kertész. Szóval nem, ő nevelő. Hű, ha gondoltam magamban, hát én ezt befogadom, 3-4-5 kollégám abba helybe beadja a felmondást, hogy ők ezzel egy levegőt nem szívnak, hogy milyen dolog ez így, meg úgy. Na hát, mondom, te, beülök az autóba mellét, egyet kerüljünk. És ugye nekem állandóan mennem kell, másképp kinő a lábam, hogy mondjam, és akkor, hát ugye házakat meg kell látogatni, és vezetett ő egy egész hétig, ültem mellette, beszélgettünk, végeztem a dolgomat, és hétvégén elgondolkoztam, hogy hát végül is én ennek az embernek az életemet a kezébe mertem tenni. Hát miért ne tenném oda a becsületemet is, nem? Hát ha jól végzi a dolgát, akkor engem dicsérnek, de valami butaságot csinál, akkor rajtam verik el a port. Na hát, alkalmaztuk. És olyan szép, mert, hát hogy mondjam, Gyergyóba egy olyan házba került, ahol egy olyan fiú vezeti a házat, aki szintén nálunk végzett, és szépen dolgoztak, és nem is volt azzal baj. De történt abban a városban egy tragédia, egy fiatal lánynak, menyasszonynak az esküvő előtti héten, hát ugye meghalt a férje, szóval a vőlegénye. Hát képzeljék el, milyen szomorúság. Hát kértek, hogy vigasztaljam meg ezt a fiatal asszonykát, hát mit tud ilyenkor mondani az ember? Én ezt azt mondtam, de gondoltam magamban, hogy hát egy nőnek a nyakába akasztok én 2-3 gyereket, az mindjárt, hogy mondjam, ha nem is vigasztalja meg, de kiveri az eszét. Na hát, el is vittem én a gyergyői házba, odaadtam az ölébe egy aranyos kislányt, mondtam, hogy ilyen bajban van ez a kislány, vigasztald meg, és én közben ez a Guszti, aki ott nevelő volt, elmondtam, hogy hogy járt ez a lány, és mondom, ha jön, hogy a gyerekeket vigye el fajlaltozni, meg ide-oda engedjétek el, és így te is segítsél rajta, hogy feldolgozza ezt a traumát. Hát úgy segített, hogy most a tavasszal vagy a nyáron meg is eskedtem őket, úgyhogy most már jön a baba is, úgyhogy egész komolyan vette a kérésemet, és közben megpályázták a Petrozsényi ház vezetését, a menyasszony az szakember is volt ilyen téren, meg minden, és hát már most a második éve vezetik a Jézus Szentséges szívéről elnevezett Petrozsényi Gyermekvédelmi Központot, hát ahol közel 100 gyerek lakik benne. Igen, testvérem, én azt mondom, hogy milyen jó, hogy akkor ott, abban a szegénységben lehajoltam, és befogadtam ezt a gyermeket. És nem csak nekem jó, hát azoknak a gyerekeknek, akit ő nevel. És jövő héten meghívtak ugye Magyarországra, Petrozsén testvérvárosa, Várpalota. Várpalotán fogok jövő vasárnap misézni, és ezek a gyerekek minden most a dévaiak kísértek el, oda Petrozsénbe fognak eljönni Andreával és Gusztival, elhozzák az ottani kis színjátszó, énekes csoportjukat. Miért? Mert valamikor lehajoltam egy gyermekért. A befogadás. Vagy tudnánk mondani rengeteg ilyen történetet. Én szászvárosi plébános vagyok, és Szászvároson, hát ugye Ernő és Rita vezeti ezt a házat. És képzeljék el, hogy ez az Ernő 7 éves volt, szóval 7-es volt, 13 éves, és eljön, és azt mondja, Csaba testvér, szeretnék beiratkozni az árvaházba. Hát mondom, te ki vagy?
Hát mondta, apukája meghalt, anyukája nagyon beteges, vak, nem lát, és hát ő szeretne tanulni, de odahaza nincs mód rá. Hát mondta, honnan hallottál rólam? A szomszéd nénik meséltek róla, meg minden, és ő szerette bekerülni hozzánk. Vettek egy vonatjegyet, de csak jövet, menet nem. Na, és hát én befogadtam. Aztán elvégezte az érettségit, utána elment, elvégezte a kántor tanítóképzőt, és Szászvároson nem csak a házat vezeti, hanem ő a kántorom is. Hétközben tanít, hétvégén kántori tevékenységeket is végez, de egy nagyon pici egyházközség. Összesen, ha nem vagyunk százan. Én vagyok a plébános, tehát ugye azért tudok eljönni például most ide, mert ezelőtt, hát egy jó 3-4 évvel volt egy papbács, ugye az alkohol, a gonosz lélek, mint ordító oroszlán jár körül, hogy kereső, hogy kit nyeljen el. És sajnos ez a paptársam még jó 20 évvel ezelőtt, mikor megcsúszott, és elkezdett inni, és szegény érsek atya végül felfüggesztette, és elküldte nyugdíjba. Na és én megkerestem ezt az embert, leültünk, beszélgettünk, ugye elment ide Leányfaluba, hogy elvégezte az elvonókórát, mindent, szépen, úgy, ahogy nagykönyv előírta, és 3 éve egy csepp alkoholt nem iszik. És helyettesít engemet, és én el tudok jönni Battonyára, mert megkerestem, mert segítettünk rajta, mert talpra állt, mert gazdagabb vagyok vele, mint nélküle. És erre bíztatom a kedves testvéreket, hogy mindenki ott, ahol van, barátkozzunk, szólítsuk meg egymást, fogjuk meg egymás kezét. Azzal, hogy én eltaszítok valakit, azzal szegényebb, kisebb, árvább leszek. Azzal, hogy valakit megfogom a kezét, barátomát teszem, hogy bízok benne, s ő bízik bennem, együtt többek vagyunk, gazdagabbak vagyunk. A mi egész népünk története erről szól. Ugye, ó puszta szeren, úgy mondják a történészek, ott volt a vérszerződés kötése. Én mindig mondom, hogy hát miért nem nemzeti ünnepünk, hát Árpád vezér vérszerződése. Úgy magam elé képzelem, hogy ezen a szép lapájon, ugye hát akkoriban nem voltak szántóföldek, ilyenek, hogy összegyűlnek a Kárpát-medencébe élő, hát törzseknek a vezetői, akik itt voltak mindenki. Hát nem csak a honfoglaló magyarok, valószínű itt éltek avarok, szlávok, mi tudja, kik nem voltak itt. Mi székelyek is valószínű valahol itt voltunk. És Árpád vezér meghív mindenkit, gyertek, kössünk szerződést. Együtt, közösen ezt a földet tündérkerté tudjuk tenni, de külön-külön egymás életét csak pokolá tudjuk tenni. És úgy el tudom képzelni, akkor is voltak vezérek, akik elé kapták a kardjukat, de így, de úgy, tedd el, fiam, tedd el, elég nagy ez a föld, van itt hely mindenkinek, mindenkire szükség van. És végül is szerződést kötöttek. Na hát ez a mi népünk, ez volt hosszú évszázadokon keresztül a Kárpát-medencei Magyar Királyság. Ide tartoztak mindenki, aki itt élt. És amíg így gondolkoztunk, addig jó volt. Számomra Trianon egy válás. Mindenki kisebb lett, kevesebb lett belőle. És Trianonra egyetlen válasz lenne az, hogy újból, tudatosan, közösen döntsünk úgy, hogy Kárpát-medencébe összetartozunk. Együtt könnyebb lesz, jobb lesz, szebb lesz. Szent László király, tavaly volt ugye Szent László éve, milyen szép, ugye, amikor legyőzi a kunokat ott valahol Beszterce környékén. Azt írja az életrajza, hogy hát a legyőzött ellenséget, ugye korabeli népszokás volt, hát egy fejjel megrövidítették. Az legyőzött ellenséget fegyverrel törtek az országba, hát kivégezni.
Azt írja az életrajza, hogy Szent László kérte vitézeit, ne bántsátok. Hívunk papokat, ne telepítsük ezeket az embereket. Békébe együtt építsük az országot, háborúba együtt fogjuk megvédeni. Tehát Szent László még a fegyverrel országra törő ellenséget is integrálni, befogadni tudta. Ettől lettünk gazdagabbak, nem? Na azt nézzük, hogy mi választ el bennünket. Európának meg kellene tanulja, hogy nem az a fontos, hogy valaki magyar, román, szász, német, francia, akármi, hanem az, hogy fehér vagy fekete. Nagy kérdés, nem? Vagy nem is az a lényeges, hogy ortodox, román, vagy ugye katolikus, magyar, vagy mit tudom én, református, vagy evangélikus, hanem az, hogy muszlim vagy keresztény. Nagy kérdések ezek, testvéreim. Össze kell fognunk. Egymásnak testvérei vagyunk. Családon belül is. Nemrég volt egy idős néni haldoklott, és meglátogattam. 6 gyereke van. És elmondták ezek a lányok, férfiak, hogy azt mondja az egyik néni, neki az az ünnepnap, amikor ő gondozhatja az anyukáját. Mert szerre minden nap valaki más gondozza a testvérek közül az idős, maga tehetetlen nénit. Hát ha egyedül ő gondozná, akkor abba belerokkanna. De így hatuknak, hát hogy mondjam, ünnepnapá válik az idős néninek a gondozása. Merjünk az élet mellett dönteni. Merjünk kinyújtani egymás felé a kezünket. És ne azt nézzük, hogy az én vérem, vagy nem az én vérem. Ezeket a gyerekeket, akiket én befogadtam, nem az én véreim. Azt se nézzük, hogy jó-e vagy rossz. A szeretet jóvá teszi az embert. Előttem van egy másik fiúcskának a képe. A plébános úr hozta, nyár volt, emlékszem, szőnyeget mostunk, és kiosztod a tópartjára is. Hát mondja, hogy hát oda az a faluból elhajtották, azt egy Csaba testvér, egy ilyen ötödikes, hatodikos fiúcska volt, van egy bok gyerek, azt mondja, csinálj, amit akarsz vele, de a faluba ne engedd haza vissza, mert ott meg fogják lincselni. Hát ugye a gyereknek a szülei pásztorok voltak, és bizony, hát hogy mondjam, egy fiúcskának sokkal izgalmasabb focizni, meg játszani, mint tanulni, nem? A másnap szegény tanárnő mit tud mondani az iskolába, hol a házi feladat? Hát mi nem tanultál? Hát ahol kudarcok érnek engem is, én is onnan elkezdek lógni, vagy csavarogni, nem? Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apád laskáját. Na persze, szegény pásztort behívták, az egy nadrágszíja hazáig nevelte a gyereket, ahogy tudta, hogy érted hozzá. Aztán másnap a gyerek hálából kiszúrt az osztályfőnöknek a kocsijának a gumiját, ő is a maga figyelmességét, ugye. És az egész dolog úgy eldurvult, hogy végül leégett egy garázs, autóstól, minden. Hát, hogy mondja, mindenki azt mondja, hogy legénke volt, de mit tudom, én nem voltam ott, nem is ez a lényeg. De végül a plébános, hogy a gyereket agyon ne üssék a faluba, hát, hogy mondjam, berakta a csomagtartóba, és elhozta hozzánk. Na mi akarsz lenni? Semmi. Egy kicsi, hogy mondjam, egy sündisznyócska. Hát elég nehéz egy sündisznyót simogatni, de az ember azért, ha kitartó, akkor csak megkapja a tokája alatt valahol azt a kicsi helyet, ahol azért meg lehet, hogy simogatni, és megérti, hogy nem rosszat akarsz neki. És ez a gyerek, emlékszem, olyan nyolcadikos volt, mentünk keresztül a Hargitán, és azt mondja, Csaba testvér, látja itt ezt a nagy mezőt. Hát mondom, igen. Aztán megnövöm, én ezt megveszem, és itt mind lovakot fogok tartani. Na hát teltek, múltak az idők, leérettségizett, és hát érettségi körül egy ilyen panziós felkínált nekünk, vagy 5 lovat, hát bezárta a bótot, hát a lovakot ne adja le szaláminak, hát nekünk adta. Hát mondom, Pali, nézd meg, a lovak már megvannak, mező még nincs, vegyük meg. Hát mondom, na jó van. És ha nem, ha iszik, ha nem, ez a fiú, megvettük a kis tanyát, és a gyerekeket lovagolni tanította, Gyergyó-Szent Miklós határába, de különösképpen
az óvodások felé volt nagyon nyitott, én legalábbis azt hittem a gyerekek felé, de aztán végül kiderült, hogy az óvónéni se tud lovagolni, de azt addig tanította, hogy most van két szép fiúk, megeskedtem őket minden, és ők vezetik ezzel a orsikával a Gyergyószentmiklósi Szent Annáról elnevezett gyermekvédelmi központunkat. És tiszta szívvel, nyugodtan merem mondani, ha önök közül valaki a Kárpátokban ilyen tereplovaglásra vágyik, nyugodtan lehetnek írni, és Pali olyan szépen, nyugodtan, kisgyermeket, nagyobb, bárkit elvisz 3-4 napos túrára is, vagy például a pünkösdi búcsúra, be lehet nála jelenkezni, lovat szerel, felszerelést, 2 nap Csíksomjóra, és 2 nap vissza Lóváton zarándokolni. El lehet indulni. Igen, testvéreim, az én gazdagságom az igenekből születik, a befogadásból születik. És az én szegénységem a nemekből, az eltaszításból, ebből születik. Nagy-nagy szeretettel bíztatnám önöket is, hogy merjék megfogni egymás kezét. Elsősorban a férjed, a feleséged, a szomszédod kezét. De azon kívül tágítsd a szívedet. Múltkor jött egy férfi, és szitta a feleségét, mint a bokrot. Hát nagyjából igaza is volt, ismertem őket, ültem a gyóntatószékbe, ott egyik helyről a másikra, hallgattam, és végén mondom, na nézd meg te, neked döntened kell. Most az igazság is, és az asszonyka is, hát mind a kettő nem lehet a tiéd. Válasszál. Én helyetted az asszonykát választanám. Az igazság nem főz neked se vacsorát, az ingedet se fogja kivasalni. Hagyd a csodába azt az igazat. Menj, vegyél egy csokó virágot, vidd oda neki is. Mondd meg, hogy kicsi vagy. Hát kicsit huncut is vagy, hát nem mégiscsak az enyém vagy. Na, béküljetek ki, menjetek együtt tovább. Össze lehet veszni annyi mindenen. De nekünk a szeretet mellett kell dönteni. A Jóisten nem az igazság keresés parancsát adta nekünk, hanem a szeretet parancsát. Hát én nem tudom, sikerült-e magukat meggyőzzem. Na lássuk, aki a közösség építés mellett dönt, a szeretet mellett dönt, az álljon fel, a többi maradjon ülve, lássuk, hogy na, az atya még gondolkozik. Ő is felállt, nagyszerű. Hát akkor csendesedjünk el, és kérjük erre a döntésre a Jóisten áldását. Hiszek egy Istenben. Aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, felment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőjétünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
Testvéreim, Isten színe előtt állunk, alázattal csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket. Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak. Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon. Jóságos Istenünk, néhány kérést hangosan is kimondtunk, de Te, aki a szívek veség vizsgálója vagy, látod lelkünk mélyén megfogalmazott kéréseket, azokat is válts valóra, Te, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd atyai szeretettel, és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ki megszánva tévejgő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által, az örök haláltól megmentett minket, és föltámadva a sírból, örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának, föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts rágyba a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és papjainkkal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Testvéreim, hogy mi magunk, a családjaink, közösségeink, befogadó, életadó közösségeké váljanak, ezért Jézus Krisztus szavaival így fohászkodunk. Mi atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, szeretettel jöttünk el ebbe a szép katedrálisba, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat, jó akaratunkat, és éppen ezért őrizz meg itt Pattonyán, itt Kárpát-medencébe, egységbe, békességben,
Te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok, hogy hagyni, hanem csak az.
Nem tudom, mennyire vannak megfagyva maguk. Ezek a gyerekek mindegyik egy-egy prédikáció számomra. Hát legtöbbet ilyen 4-5-6 éves korukban mondtam igent rájuk. Akkor kerültek hozzánk a dévai otthonba. És ugye ők azért jöttek ki, hogy magukat... De jobb, ha ők mondják azt el. Na, ki fogja... Vagy rám bízzátok? Igéntegetnek. Hát úgy van, hogy ma délután 3-tól lesz egy kis színdarab, előadják a Néma Leventét, az egy komoly színdarab, amit ők megtanultak, és biztos, hogy nagy-nagy élmény volt nekem is, és önöknek is az lesz, ha eljönnek, hogy megnézzék az előadásokat. Hát ugye... egy pár szóban legalább egy páran, gyertek ki, mutatkozzatok be, hogy jobb szívvel jönnek el majd nézni az előadást, hogyha tudják, hogy kik is szerepelnek. De gyere, te is, gyertek, emessel, gyertek. Hát elmondjátok a neveteket, honnan van. Dicsértessék a Jézus Krisztust. Varga Mária Zita vagyok, 16 éves. 10 éve élek a Szent Ferenc Alapítványnál Déván, Marosvásárhelyről kerültem oda. Van 3 húgom, és 10. osztályban tanulok turizmust és vendéglátást. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Az én nevem László István, 17 éves vagyok. 11. osztályban járok turizmus szakra és vendéglátásra. 10 éve élek az alapítványnál, még 2 testvéremmel. Ha talán farsangi bált akarnak rendezni, akkor rád, mint táncosra, meg a többiekre is szívesen számíthatnak, nem? Az itteni lányoknak nem fog elzsibbadni az üléstől a lábuk, ugye? Így van. És a legényeknek el fog zsibbadni? Nem. Hát... Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én a Szegercsánó Laura vagyok. 16 éves, 10. osztályban járok turizmus és vendéglátás szakon. Vajdahunyadról származom, és van 2 testvérem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nevem Fábián László Emese Zsuzsanna, 5. osztályos vagyok, 11 éves, 9-en vagyunk testvérek, és 5 éve élek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Dzsangos Mária Izabella vagyok, 14 éves, 8. osztályos. Heten vagyunk testvérek, van 6 bátyám, és ez lesz a 3. évem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, és ennyi. Szóval a battonyai legények ügyeljenek, hogy udvarolnak, mert 6 bátyja van, mind nagyon. Szóval kötekedjenek csak a lányokkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Buzam Laura vagyok, 17 éves, 11. osztályba járok, ugyanúgy turizmus és vendéglátás szakon. Van 3 testvérem, és ez a 4. évem az alapítvány. És a színdarab, ő lesz a Beatrix királynő, hogy egyebet nem mondjak. Dicsértessék a Jézus Krisztust. Buzám Giulia vagyok. 15 éves, 10. osztályba járok, turizmus és vendéglátás szakon. És van 3 testvérem, és 4 éve vagyok az alapítványnál. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dzsangos Zoltán Emmanuelnek hívnak, 15 éves leszek nem sokára, 9. osztályos vagyok, természettudomány szakon, van 5 bátyám és egy húgom, szeretek sportolni, enni, aludni, és ilyesmi. Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Pap Csongor vagyok, 15 éves, 9. osztályos matematika-informatika szakon, ez a 7. évem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. 7-en vagyunk testvérek. Itt van a bátyám is. Velünk van édesanyánk is. Ő tanította be a színdarabot, és körülbelül ennyi. Ügyes volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én Pap Botond vagyok, 17 éves, 11. osztályos. A turizmus és vendéglátáson tanulok. 7 éve élek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. 7-en vagyunk testvérek. Itt az öcsém is. És édesanyám. Bocsánat, hogy közbeszólok. Én pedig szeretném kérni ezt a fiatal embert, aki olyan gyönyörűséges, igen, aki olyan gyönyörűségesen énekelt, hogy mutatkozzon be. Szintén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Tihanyi Dániel vagyok, és október óta tevénykedem a gyerekekkel, és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kollégáival együtt lelkesen dolgozunk, egyre több produkcióval igyekszünk meg ajándékozni az embereket. Kicsit zavarva vagyok most. De van valami énekesi, színészi elő élete? Nem? Igen, Magyarországon musical színházakban ténykedtem 2008 óta, mint musical színész, és október óta itt vagyok az alapítványnál, és szeretném a gyerekeknek ezt átadni, az ott szerzett tapasztalataimat. Köszönjük szépen! Mielőtt az atyát kérjük, hogy a Szentmise áldását adja, szeretnék valamit megemlíteni a kedves jelenlévőknek. Ugye mi katolikusok a ünnepi és vasárnapi szentmiségben úgymond persejezni szoktunk, adományainkkal támogatjuk a egyházunkat, vagy pedig valamilyen kitűzött célt. Biztosan észrevették, tapasztalták, hogy ezt ma nem tettük meg. Az indoka ennek pedig az, hogy a bejáratnál elhelyeztünk egy külön persejt, amibe, hogyha szándékoznak, a mai Szentmise persei adományait abban helyezzék el, és ezt fogjuk majd felajánlani teljes egészében a dobozkával együtt a atyának, illetve a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. Köszönjük szépen! Köszönöm még egyszer atyának, hogy megörvendeztetett bennünket, és köszönöm kedves minnyájuknak a részvételét, jelenlétét.
Hát én köszönöm, hogy eljöttem ebbe a szép templomba, ilyen kedves emberekkel találkozhattam, és hát ugye viszont várjuk önöket, hogyha idejük engedi. Mondtam, hogy kisíratos, hát ideje 30 kilométer, még annyi sincsen, Zsombolya, de akár Déva is, hát biztos egy olyan 3 óra alatt Déva elérhető, nem? És hallották, mennyi vendégfogadó, vendéglátó lányunk van, úgyhogy szállást is, vacsorát is szívesen tudunk adni. Igen. Mi nagyon-nagyon örvendünk, ha valakivel találkozhatunk, mert a találkozás, egyházatyák mondták, az a 8. szentség. Adná az Isten, hogy minél gyakrabban a találkozás örömének gazdagodhassunk általa. Hát én erre szeretném áldásomat adni, az összefogásra, a találkozásra, a befogadásra, a gazdagodásra. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Elnézést kérek, még egy reklám helye. Hoztunk egy pár naptárt is, tehát olyan, aki akar, más könyveket is hoztunk, benne van az összes háznak az elérhetősége, szívesen, hát hogy mondjam, el lehet vinni. És gyermekrajzokot is hoztunk. Ennek az a története, hogy mikor mentem Egyiptomba, vettem egy szép Mária szobrot, és azt mondtam a gyerekeknek, hogy mindenki rajzol egy rajzot, és eladjuk egy eurói darabját, és akkor meg is lesz a Mária szobor ára. Úgyhogy ha esetleg egy ilyen boldogságos szűzanya szobrához hozzá akarnak járulni, akkor kiáratnál, és szerintem be is vannak valami rámázva minden, úgyhogy gyerekrajzok. Köszönjük szépen a jóságukat!